Amelyik akarít golyót? Melyik drogozott az én intézetemben? Lőrinc, tanár úr! Biztos ugye vagyok, de ki a faszom az a Lőrinc? Aki itt fekszik? Hát de itt alszik nyugodtan, az nem lehetett. Hát előfordulhat, uram, hogy a drogozás után feküdt le. Úgy gondolja? Hát tekintetben véve Lőrinc úrnak az előéletét, nagyon valószínű, hogy ő lesz az. És doktor Jenő, minek hozza ide is azt a kurva pálinkát? Pálinka? Hát kínáljam, ma meg golyót kapsz. Batmannek is adjon. El sem hiszem, itt vagyok a Potter Albertben. Köcsög Albert, menj már innen. De mi történt a szerelmemmel, Lőrinccel? Rozinka, te itattad le? Hát nem bírja. Na takarodj innen, vagy szétfejellek! Van egy mondás, miszerint golyót kapsz, amíg egyszer meglátlak. Na zúzzunk innen. Az Assassin's Creed nem játssza ki saját magát. Hallod, Albert? Rozinka hozott konyakot a Tesco-ból. Nincs kedved piálni velünk egyet, öcsém. Hát, végül is mérne. Jó napot, tanár úr. Csá, doktor úr. Sziasztok, otthon hagytam a pálinkát. Ez a tanár bazd meg egy külön élő világ. Hát, most az egyszer követhetjük a példáját. Na, fenékig, Albert. Kicsit lassabban itt be fogsz rúgni. Az a lényeg, idióta. Minden rendben, Albert? Potter? Albert, válaszolj már! Fogd már be a pofád! Valami baj van, Albert? Fúra kurva anyját! Szerintem többet ne igyál, Albert! Nem érne! Mert neked már megártott ez az egy is, érted? Szóval szerintem most menj fel és feküdj le aludni! A faszt! Megyek a kocsmába, sziasztok! Albert! Nem mehet sehova, Albert, be vagy rúgva! Most elmész aludni? Rozinka, te azt tudtad, hogyha az ember be van rúgva, akkor sokkal őszintébb? Mert akkor most megmondom neked tök frank, hogy kurva idegesítő hangod van és le tudnálak nőni! Oké! Oké! Na hát akkor megyek! Persze, ha megengeditek! Na most takarodj az útba, gyökér! Mi a fasz? A doktor geci! Maga mi a fasz csinál, doktor úr? Árulja már el! Hát az anyádra hoz rá a szívfaszt! Ja, sorry, csak éppen erre mászkáltam, azt gondoltam bekukkantok. Most már elárulja, hogy mi a kurva anyját csinál. Vigyázz a szádra, Potter Robert, orvos vagyok. Aha, és amúgy ki a faszt érdekel? Ugyanúgy lehetett te anyád is kurva, mint az enyém, nem? Hát de most őszintén. Nem akarnak megbántani, Tamár geci, de érted, amit akarok mondani. Most már igazán visszafoghattál magad, Albert. Ha jól érzem, te egy kicsit bepiáltál, nem így van? Fú, ne csod meg, délelőtt én is úgy bevoltam kurva, mint a szar. Na jó van, tanár úr vagy, mi a faszom, doktor geci, na most húztam, kurva anyád. Álljál csak meg, mit mondtam utoljára? Mi? Azt kérdeztem, mit mondtam utoljára? Ja, csak annyit, hogy csá. Vagy azt mondtam volna, hogy a kurva anyád. Mindegy, akkor csá kurva anyád. Álljál csak meg! Na! Ezért elpicsázlak! Még soha az életben nem volt velem ennyire tiszteletlen senki sem, mint tettek is taknyos! El akarsz picsázni, utol kell érned, vén fasz! Hát mindjárt megfulladok, öreg, ne kergess már olyan gyorsan! Meglásd! Utolérlek neked véged! Na nézzük, ki tud detkórosabban énekelni! Rendben, kezdem én! Régen volt egy metalbandám! Hurva kemények voltunk, sokan szerettek minket, csak mindig ki kellett festeni a pofám, azt meg utáltam! De nem ilyen tudsz zenét játszottunk, ám? Hát képzeld, nekünk is volt egy zenekarunk még annak ide, ilyen tribute zenekar, tudod? Még a nagyon-nagyon régi Zambó Jimmy nótákat játszottuk, ja Istenem! Zavarna, ha énekelnék egyet? Nehogy! Gyere, sírj a vállamon! Megnyugszol, tudom! Régi szép idők! A múltkor megkért egy gyerek, hogy öljen meg Dumbledore! Mégis ki kérte meg rá? Valami gyerek! De ki az? Adam K-nak nevezte magát. Ez mikor volt, doktor úr? A múlt héten. A múlt héten is még csak most szólt róla? De ki volt ez? Hány éves volt ez? Vagy mi? Jelentette egyáltalán Dumbledore-nak? Megfenyegette magát? Én nem fogom őt bántani. Ha maga nem teszi meg neki, akkor valaki más fogja. Azonnal írja le nekem ezt az Adam K-t.
Ajánlom, gyorsan tedd, mert szétfejellek. Annyit tudok róla, hogy alacsony, meg 8 éves. 8 éves? 8 kibaszott éves? Azonnal szólnom kell Dumbledore-nak. A legsötétebb gyanúm igazolódott be, Albert. Ezt nem hagyjuk annyiba. Megkeressük Adamkát. Hívd ide a biztonsági őreimet. Lelőtte őket már mikor? A picsába. Ez egy nagyon rossz szokásom. Most mi legyen, igazgató úr? Reális megoldást keresünk, Albertkém. Megkeresem Adamkát, szerelmet vallok neki és eljegyzem. Attól biztos megenyhülne a szíve. Vagy harcolunk. Ez milyen könyv, Dumbledore? Ez egy katonai túlélő kézikönyv arra az esetre, hogyha valakit meg akarnak támadni és meg akarja védeni magát. Csak egy gond van ezzel. Pár év olyan ideges lettem, hogy leúztam ezt a szart a vécé, lementem érte a csatornába és még szét is lőttem. Szóval ezt is basszhatjuk, más megoldást kell keresni. A világi fazon. És ez még csak a kisebbik probléma. Már egy hete nem mostam kezet. Csúszik a revolver. Ugazd meg. Most akkor mit csináljunk, Dumbledore? Ha nekem semmi ötletem nincs, hát árulj el, mit gondol. Elugrunk a kocsmába.